Sziasztok! Eljött a karácsonyi vacsi azon rész, hogy már túl vagyunk a halászlevem, és hát vettem egy ilyen gyönyörű pecsenyekacsamájat, és úgy indítok, hogy ezt itt szépen ketté szedem, mert úgy is szétesik, tehát nem is kell vele próbálkozni, hogy egybe maradjon. És hát ennek egy baj van, ugye ezt tök frissen kell sütni, és ilyen vastagabb szeleteket szépen levágok belőle, és már alágyújtottam, látjátok a serpenyőnek, tehát körülbelül így ilyen, ez a, hát ilyen másfél centi vastag legyen legalább. Alágyújtottam a serpenyőnek, hagyom jól felforrósodni, és mindenféle zsíradék nélkül ezt rádobom, mikor meg kell majd fordítani, akkor a másik oldalát, tehát amikor átfordítom, akkor fogom megsózni és megborsozni, és tulajdonképpen ennyi a májnak a megsütése. És nem szabad túl sokáig sütni, mert ugye ez is, hát ugyanúgy, mint a hideg kacsamájnál, hogy iszonyatosan ki tud belőle sülni a cucc. Most még hagyom egy kicsit forrósodni a serpenyőt. Na most már jó tűzforró a serpenyő, kétszerre fogom megsütni, hogy ne hűtse vissza nagyon a serpenyőt, és ezt ilyen jó forró serpenyőbe beledom. Most nézzetek, már abban a pillanatban ugye kezd kijönni a bazsírja. A lényeg, hogy kapjon egy szép pörzsanyagot, és utána meg majd, amikor megfordítom, akkor meg fogom sózni, meg borsozni, és ennyi. Hát semmit nem variálok vele, mert ez önmagában egy annyira finom, annyira ízes étel, hogy nem kell egyszerűen ennél több neki. Nézzetek meg, milyen gyorsan, iszonyatos mennyiségű sír kijön belőle. Lehet egy ilyen lapáttanállal is megfordítani. Látjátok, gyönyörű szépen nem ég meg, megpirul, és mondom, arra kell figyelni, hogy viszonylag gyorsan kell a sütést véghez vinni, mert ilyenkor már meg lehet sózni. Valaki tesz ilyenkor mellé még ilyen mindenféle friss fűszereket ízesíteni, én nem szoktam. Én ilyenkor egy picit megborsozom, és addig sütöm csak, hogyha fogok egy fogpiszkálót, mondjuk ez a legvastagabb rész, vagy itt, ha egy picit így megbököm, és ha már nem jön belőle ki a ilyen véres, nedves lé, akkor ennyi idő alatt gyönyörű szépen át is sül. És figyelni kell, mondom, hogy ne süssétek túl, ez körülbelül ennyi idő alatt meg is sül, és ilyenkor már lehet kiszedni tányérra. Hát most így annyi zsír lesz, most bele fogom tenni a második kanyart is ebbe, kevésbé fog az alja lepirulni, de kincsi lesz az is, és megnézem, látjátok, hogy ezt még egy picit sütöm. Tulajdonképpen mindjárt kész is van. Kiszedtem, amik itt szépen megsültek, és látjátok, egy brutál mennyiségű zsír kijött belőle, és ez most leöntöm róla, hogy a következő kanyarra megint föl tudjam forrósítani a serpenyőt, tehát ne, de füstöl is, úgyhogy mehet is bele. És a lényeg, hogy pörzsanyag képződjön a májon, mert akkor finom. És Isten igazából ennyi, még oda teszem ezt a kis aprólékot, az is jó lesz. És ez ugyanúgy, mint az előbb, szépen két oldalt jól átpirítom. Amíg sül a következő, azért egy darabot megmutatok, hogy nézzetek meg, hogy ugye át van sülve, de azért így ilyen kis finom, lágy, krémes marad a belseje, és ugye ezt így lehet finoma
sem megérzni. Nagyon finom, nem véletlenül az egyik legnemesebb alapanyag, csak hát ebből is úgy kell kalkulálni, hogy majdnem a feléről összesül, akármennyire is sütitek. Lehet még úgy csinálni, hogy beteszitek a mélyhűtőbe, és akkor úgy, de hát az már nagyon a fine dining kategória. Jó? Na, ennyit akartam mutatni, hogy az ilyen hízott liba vagy kacsamájat azt ilyen nagyon gyorsan, hirtelen csak lepirítjátok, megsózzátok, megborsozzátok, és kész az isteni étel. Na, próbáljátok ki ezt is, ünnepek alatt ugye bele szokott férni, úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!